Köszöntöm Önöket, tisztelettel, ez a Szóban forgó Szarvasváros Önkormányzatának közéleti magazin műsora, és megint utazunk, hogyha van kedvük, akkor ne álljanak ellent maguknak, nyugodtan foglaljanak kényelmesen helyet a televízió képernyőjére, de egyébként nyugodtan bármi másról is foglalkozhatnak, hiszen majd úgyis fölkapják a fejüket, amikor dr. Halász Levente szakértőnk, világutazó olyan helyzeteket vetít majd elénk, amelyben Önök még nem biztos, hogy részt vehettek, illetve én magam sem. Nem jártam még egyik Isztánban sem. Milyen helyeket ajánlasz most nekünk? Szervusz, Lucia, és köszöntöm a nézőket. Közép-Ázsiába fog menni, méghozzá a posztszovjet Közép-Ázsiába. Ugye itt rengeteg Isztán van, amelyeket nagyon sokan kavernak. Ugye Üzbegisztán, Kazasztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán. Ezek azok az országok, amelyek 90-ig a Szovjetunióhoz... Tessék felsorolni, mondom a kedves nézők, megkezd a Levente után szabadon. Igen, tehát Közép-Ázsiába megyünk. Pontosan, 91 óta ezek független országok, és mindegyik egyébként alapvetően eltér egy másról, akár a történelmét, ha tekintjük, akár a természetföldrajzát, hogyha tekintjük, akár a politikai berendezkedéstől tekintjük. Tehát tőlünk ez nagyon távol van, és mindenki egy nagy masszaként tekint, hogy az isztánok. Hú, az messze van, és olyan különleges, és már Ázsia, stb. Hogy oda elmegyünk, akkor olyan tényleg, mintha egy Közép-Európában utaznánk, ahol szintén, hogy az ember átmegy hegyes honnan Ausztriában, rögtön érzik, hogy ez már egy másik ország, vagy átmegy Csehországban, rögtön érzik, hogy egy másik ország. Tehát nagyon nagy, nagyon sok tekintetben különböznek ezek az országok, viszont amikor valaki már oda utazik, akkor általában többet is, 2-3-4 is meg lehet volt ezek közül az országok. Vannak egyenes járatok oda? Nincs. Pontosabban volt, Kazasztán fővárosában, Asztanában volt fapados, de már nincs. El kell szállni vagy Isztambulban, vagy Dubajban, vagy Katarban, vagy sokáig Moszkvában is át lehetett szállni, csak most onnan tőlünk nincsen egyenes járat. Ez izgalmas környezet. Egyébként tényleg a tájat hogyan kell elképzelni? Melyek az fő tájegységek, amelyek körbeveszik ezeket az országokat? Az országokat két csoportra lehet osztani, ezt a néhány posztszovjet közép-ázsiai országot. Vannak a sivatagi országok, például Türkmenisztán, Kazasztánnak a nagy része sivatagi, félsivatagi vagy sztyep terület, illetve Üzbegisztánnak a nagy része, és akkor vannak a hegyvidéki országok, Kirgizisztán és Tádzsikisztán, valamint Üzbegisztánnak a keleti része, ahol tényleg ilyen svájci alpokhoz hasonló természeti környezete lehet találkozni, hogy ott található a Tian-Shan hegység, vagy a Pamir, vagy az Alatau hegységek, tehát nagyon sokféle a természeti környezete is ezeknek az országoknak. Van olyan utazási iroda, ahol szerveznek, ahol valóban ezekre a területekre szerveznek utakat? Van. Van több is, sok is, szerintem egyébként a legtöbb magyarországi kulturális körutazásokkal foglalkozó iroda szervez ide utakat. Van, amelyik mindenhova elmegy, van, ami csak koncentráltan, mondjuk Kazasztán, vagy Üzbegisztán, vagy Kirgizisztán és Tádzsikisztán, tehát össze-vissza lehet ezeket vagy szétválasztani, vagy pedig összetenni. Amelyek az jó, összes... Én, hogy mintha ezeket az utakat ebben a környezetben, ahol te dolgozol, te találtad ki? Igen, tehát van egy olyan út, amely egy kazasztáni, üzbegisztáni, kirgizisztáni út, amit én találtam ki még 2020-ban, meg most lesz egy olyan utazásom, mert az első, amit megszerveztem, ami pedig Tádzsikisztánba, valamint Üzbegisztánba fog menni, ez május vége, június eleje. Akkor ezek szerint az utazási iroda, vagy irodák, akiknél dolgozol, azt mondták, hogy hát kedves Levente, állíts össze egy desztinációt. Hát ez nem pont így volt, hanem inkább az én utasaim kérték, hogy van egy csomó törzsutasom barátom, akik velem szeretnek utazni, és ők kérték, hogy valamit rakjak már össze, valamit szervezek, és utazásodat megkerestem, és hát kitaláltuk az útvonalat, megbeszéltük a pénzügyeket, és létrehoztunk egy tök jó körutazást. Azért megjegyzem a kedves nézőinknek, hogy dr. Halász Leventét ismerhetik már, hiszen beszélgetés a Víz fölött címmel itt volt a nyár folyamán 2023-ban, és ketten beszélgettünk, és nagyon sok kedves szarvasi és nem szarvasi meglátogatott bennünket, és figyelemmel kísérték, amit ott akkor elmondtál, és kíváncsi lennék egyébként, hogy van-e köztük olyan, aki már utazott veled azóta. Hát, hogy azóta utazott el, azt nem tudom, de ott voltak a közönségben, azt mondom, hogy 230-an jöttek el, ott volt jó néhány olyan utasom, akik utaztak velem, éppen szarvason nyaraltak, és akkor megnézték ezt az előadást.
a beszélgetést, és majd egyébként a YouTube-on ezt majd meg lehet nézni újra. Rákérdeztem Fabó János kollégánknál, úgyhogy majd megkapott te is. Köszönöm. Minden esetre, hogyha valaki azt mondja, hogy érdekes, amit a Halász Levente mond ezekről, az Üzbegisztán, Kazasztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán és itt tovább, hogy akkor hogyan kezdje el az erre való tudatos felkészülést? Egyáltalán mennyi, nagyon sok pénzbe kerül egy ilyen? Ezek az országok nem a legdrágább desztinációk, viszont eljutni az sok pénz. Tehát oda erre például nincsenek fapadosok, az sok pénzbe szokott kerülni. Hát is vannak különbség az ottani ár színvonalak között. Ugye a legmagasabb ár színvonal az Üzbegisztánban van, utána jön Kazasztán, aztán jön Kirgizisztán, a végén pedig Tadzsikisztán. És direkt nem mondtam Türkmenisztán, egyrészt még nem jártam ott, másrészt pedig Türkmenisztán, Észak-Korea után a második legdurább, legzártabb diktatúra a világon. Tehát nagyon kevés embert engednek be, akiket beengedik, azokat is csak ellenőrzött útvonalon lehet vinni, olyan hotelekbe mennek, amelyeket ellenőriznek, amelyek megmutathatók, nyugati turistáknak olyan éttermekben esznek, olyan helyi idegenvezetőik vannak. Hát amit Türkmenisztánból lát az ember, az nem a türkmén valóság, hanem az egy ilyen patyomkin építészet, illetve minden megvan szervezve, és mindenből a legjobbat, a leglátványosabbat próbálják megmutatni a turistáknak. Tehát olyan nincs, aki csak úgy elmegy Türkmenisztánba, és akkor én most elkezdek stoppolgatni, hogy felszállok egy buszra, és elmegyek vidékre. Ezt nem engedik meg semmilyen turistának. Ez nagyon érdekes és nyilván kerülendő, viszont mely ezek közül, az isztánok közül az az ország, amelyik számodra a legmodernebb, a legdinamikusabban fejlődő és a sok közül a legszimpatikusabb? Van ilyen? Erre nehéz válaszolni. Üzbegisztánt mondanám talán amiatt, mert egyrészt Üzbegisztánnak a történelme a sejemúlt, a középkori sejemúlt, meg Timurleng miatt a legizgalmasabb, a legmélyebbről fakadó. És Üzbegisztánban volt, egyrészt 91 óta az ország független, és 2016-ig egy Iszlom Karimov nevezető ember, egy diktátor uralta az országot, meg lehet, most nem kezdek el a történelmről beszélni, a lényeg, hogy meglehetősen zárt ország volt, vízumkötelezettség állt fent, és hát valóban ott is az embereknek a szabadságait meglehetősen sok mértékben akadályozva voltak. Aztán 16-ban jött egy új elnök, akit Shavkat Mirziyoyevnek neveznek, és ő elkezdett nyitni mindenfelé, tehát kelet felé, nyugat felé, dél felé, beengedi a külföldi működőtőkét, kiengedi az üzbéktőkét, elkezdett kereskedni sok országgal, megengedte az üzbéknek, hogy utazzanak külföldre, megengedte a külföldieknek, hogy vízum nélkül mehessenek Üzbegisztánba, és valami elképesztő, látványos érzékelt az, hogy hogyan fejlődik az ország, hogyan változik, hogyan modernizálódik az ország. Én 2016-ban jártam először Üzbegisztánban, azóta már vagy 5-ször vagy 6-szor, és mert Taskentbe kialakult egy felhőkarcoló negyed, mint például Frankfurtban van, vagy Varsóban, vagy Londonban, egy felhőkarcoló negyed kialakult a közönben, és 16-ban még nem voltak felhőkarcolók. Vagy például az üzbég vasút a világ 5 legpontosabb vasúttársaságának az egyike. Ilyen 200-an meg 300-an közlekedő gyorsvasúrak jönnek-mennek az üzbég nagyvárosok között, hatalmas üvegpalotek a pályaudvarok, az embernek, az utasoknak hoznak forró kávét, teát, croissant, hófehér ruhás kalauzok állnak tablettal a kezükben a peronokon, és akkor nézik, hogy te ki vagy, megnézik az útleveledet, légkondicionált kocsiba beülsz, veled szembe képernyő, ahol filmeket nézhetsz, üzbék zenéket hallgathatsz. Tehát megdöbbent, hogy mennyire... És ez elmúlt néhány évben? Az elmúlt néhány évben történik. Tehát nagyon autópályák épülnek, metró épül, hatalmas bevásárlóközpontok vannak, az emberek öltözékén is látszik, hogy van pénzük, hogy magasak a fizetés. Az autóparkon is látszik, ha valaki elmegy Taskentbe, a legjobb kocsik járkálnak az utcákon. Tehát nagyon gyorsan fejlődik Üzbegisztán, ami egyrészt jó, másrészt viszont ugye a globalizációnak köszönhetően én azt tapasztalom, hogy egyre többen mennek Üzbegisztánba, és egyre többen beszélnek már angol nyelven, és egyre több helyen szól mondjuk nyugati zene. Tehát ugye elkezdődött az úgynevezett homogenizációs folyamat, ami azt jelenti, hogy a helyi specialitások, az unikalitások tűnnek el, vagy pedig ezeknek a jelentősége mérséklődik, mert hát ugye milyen a
nyugati utazó, mi is ebbe a kategóriába tartozunk, hogy otthonossági élményt keres, szeret olyan körülmények között élni, lenni, utazni, táplálkozni, aludni, stb., amely otthonossági élményt ad neki és megnyugtatja. Tehát nem olyan ételeket enni csak, amely a helyi specialitás, hanem valami olyasmit is, amit már ismer, amit már lát, esetleg az íz, a fűszer, bármi ismerős számára. Tehát Üzbegisztánban nagyon gyors átalakulást látok, és ez az autentikus közép-ázsiai bája Üzbegisztánnak még megvan, de kicsit tűni kell. Viszont ha valaki elmegy például Kirgizisztánba, a szomszédos országba, ez az egyik legszegényebb közép-ázsi ország. Ott pedig az érdekes, hogy a kultúra, pontosabban az építészet nem jelentős, hogy teljes Kirgizisztánban, viszont tele van hegyekkel. Az ország 90%-a hegyvidék, vagy 95%-a hegyvidék, a legmagasabb csúcs az több mint 7000 méteres, tehát tényleg olyan, mintha az Alpokban lenne, csak sokkal magasabbak a csúcsok. Ott viszont az ország nem tud, meg a társadalom nem tud magához térni a Szovjetunió felbomlása óta. Tehát valaki elmegy mondjuk Biskekbe, a fővárosba, vagy Karakolba, vagy Balikcsikbe, a nagyobb városokba, akkor ott vannak a városok szélén a nagy szovjet gyárak, az ott hagyott lakótelepek, tehát milyen szellemvárosokkal, meglehetősen lerombolt területekkel találkozhat. Ez kicsit úgy kellemetlen, meg a lelket rombolja, de aztán ott van a természeti környezet, ami viszont érintetlen, és Kirgizisztánban nagyon kevesen mennek, emiatt tényleg nagyon kellemes élményei lehetnek az embernek, hogyha ha oda elmegy, túrázik, úszik az Iszik-kultóban, a kirgizek szent tavában. Hát ez is egy nagy élmény, és Kirgizisztán, mivel egy nagyon szegény ország, nagyon keveset keresnek a helyiek, egy rettentően olcsó ország még egy európai számára, de gyakorlatilag, hogy bemegyünk egy boltba, ott a magyar állatnak a feléért 40%-áért lehet vásárolni, de ez vonatkozik a közlekedési eszközök áraira, ez vonatkozik a szálláshelyekre is, tehát mindent nagyon olcsón meg lehet oldani Kirgizisztánban, viszont ott a legtöbb utazásunkat Kirgizisztánon belül előre meg kell szervezni, vagy inkább irodával kell utazni, mert a tömegközlekedés az esetleges, néha vannak hegyomlások, árvíz, bármi, nem rakják rendbe az utat, tehát csak úgy elmenni Kirgizisztánba stoppolgatni, meg hátizsákkal, az bonyolult. Ha valakinek van ideje, menjen el meg a kalandra vágyik, hogyha valakinek csak néhány napja van Kirgizisztánon, és minél többet szeretne látni, akkor én azt javaslom, hogy szervezett utazás keretében menjen oda. Nem tudom, hogy kinek sikerült kedvet csinálni, de hogyha ha van, akkor vajon hogyan keressen rá az ilyen utakra? Ó, hát ez tök egyszerű. Be kell írni az, hogy mondjuk közép-ázsiai körutazás, hogy beírja magának az országnak a nevét, és akkor rögtön a keresési javaslatok ott lesz a 3-4-5-6-7-10 legnépszerűbb magyarországi kulturális körutazásokkal foglalkozó utazási oda, és akkor ott vannak a programok. A programok között nagy különbség nem lesz, hogy nagyon sokat lopnak egymás utazási odák ötleteket, igen. Ha nem is tud, persze mindenki ezt csinálja. Igen, tehát én például azért szoktam olyan utakat szervezni, amik csak egyszer valósulnak meg, hogy pont nehogy valaki azt a útitervet ellopja, mondjuk hát nehéz ezt titokban tartani. A lényeg, hogy azért 70-80%-ban ugyanazokat nézik meg. Ha valaki megy Üzbegisztánba, akkor mindenkit elvisznek Szamarkandba, ott van 6-7 attrakció, amit kötelező megnézni, mindenkit elvisznek Buharába, mindenkit elvisznek ez Üzbég estre, mindenki megnézi Taskentet, elmennek Sekrissáza, Timurlennek a szülővárosába, és elmennek Hívába. Mindenki ugyanezt csinálja, akár még utazási oldalával akarsz utazni. És akkor a különbség árban van csak? Az árban van a különbség, a szálláshelyek minőségében, az étkezésben van minőségben, mondjuk a különböző kulturális programokban. Tehát mondjuk van-e üzbék es, van-e valamilyen zenés es, van-e valamilyen kézműves tevékenység, amit végzel, hány napig tartózkodsz ott, van-e szabadidő, vagy nincs szabadidő, ezek sokat számítanak árban is. Ez is a tudatos turizmusnak az egyik ága, hogy hogyan döntsük el, hogy akkor kivel utazunk, hogyha már nem merünk elmenni magunktól. Igen. Mert egyébként érdekes, hogy a sztereotípia az milyen, az én esetemben is. Valamerre ismertebb helyekre, ahol még sose jártam, arra hajlamos vagyok elmenni akár úgy, hogy magam is, saját szervezésben, míg egy ilyen közép-ázsiai országba, hát megfontolnám, hogy úgy elinduljak egy magam. Igen, mondjuk a te esetben még az is fontos, hogy nő vagy. Igen. Tehát azért egy férfi meg egy nő szerintem persze most sokan felfognak, hogy nem, mert a nők is pont úgy utazhatnak, de én azért azt tapasztaltam, hogy igen, tehát sok helyen a nőkkel nem úgy bánnak, ahogy,
hogy az méltó lenne, vagy erkölcsös lenne. Tehát mondjuk Közép-Ázsiába, vagy a Balkánra, vagy lehet, hogy nőként én sem indulnék el azonnal egy hátizsákkal, de nem akarok sztereotipizálni, mert biztos, hogy sokan van, aki ezt az előadást nézik, vagy beszélgetésünk, és felhorkanak, hogy dehogy nem, én voltam ott, és az ég ott a világon semmi bajon nem lesz. Tehát mindennek van pro meg kontra oldala. Világos, csak az én benyomásom az, hogy oda bátrabban mennék valamelyik irányba, oda pedig kevésbé bátra indulnék neki. Ezek a megérzések szerintem, és kiki mindenkinek a saját dolga az, hogy hogyan intézi. Hogyha az országok látványosságairól beszélünk, mennyi olyan területet tudsz megmutatni, vagy mennyit fűztél föl egy ilyen túrára, hogy ott még van mit látni, és még értékesen el lehet tölteni az időt? Mondjak el egy utat, amit megszerveztem? Ez úgy néz ki, ez egy 10 napos út, tehát nem túlságosan hosszú, hogy Kazasztánban kezdünk, Kazasztánnak a régi fővárosával, Almátával, amit most már Almatinak hívnak, ez közel van a kirgiz-kínai kazakh hármas határhoz. Ott eltöltünk egy napot, megnézzünk egy ortodox katedrális, megnézzük a kazakh nemzeti múzeumot, sétálgatunk a szocialista időszaknak az épületei között, illetve van egy nagyon szép tengerszem, ami tehát tengerszemnek hívnak, igazából ez egy mesterséges túl, 2000 méter magason, és oda elmegyünk, azt körbe túrázzuk, illetve a háttérben található az Alatau hegységnek a havas hegycsúcsai. Akkor nem messze található, ez már a második nap, nem messze található egy Sharim kanyonat nevezett természeti látványosság a kínai határtól egy köpésre. Az pont olyan, mint a Grand Canyon, tehát homokkőből, döntően homokkőből, különböző vulkanikus kőzetekből áll, és a Sharim folyó az bevágta a völgyét ebbe a hatalmas kanyonba, és ilyen rózsaszínes, narancsos, barnás sziklafalakkal, tornyokkal, szurdokokkal lehet találkozni, végén pedig van egy túlnek a kanyonnak, és amikor az ember megy, akkor végig a kazasz cseppét láthatja a lovakkal, szamarakkal, tehenekkel, a kazakh vidéki élő életet, illetve ezeket a kis aranyos színes izbákat, faházakat, szóval időszakból származó faházakat. Akkor a következő napokon átmegyünk Kirgizisztánba, megnézzük Viskeket, ami Kirgizisztán fővárosa. Ez nem egy szép város, de érdekes. Hatalmas felvonulási terek vannak, márványból épült épületek, tehát tényleg vannak szép épületek, van egy hatalmas új mecsete, a törökök támogatták ennek a mecsetnek az építését, de maga a várostól mondjuk nem esik hanyat az ember. Nem egy Brüssz vagy nem egy Párizs kategória. Utána pedig elmegyünk az Iszik-kult-tóhoz, ami Közép-Ázsiának a legnagyobb tava, egyébként a kirgizeknek a szent tava. Ez egy 1800 méteren lévő hatalmas, a Balatonnál 12-szer nagyobb tó a Tien-Sán hegység erőterében. Ebben lehet úszni, vannak fürdőhelyek. 1800 méter magasan? Magasan van, nagyon magasan. Van. Igen, Kirgizisztán az egy hegyvidéki ország, és ott van egy óriási méretű. És akkor ennek tó. Van egy pótló forrása valahonnan? Több tucat, ha jól emlékszem, 60 folyó folyik be lennek, ugye hát ott a Tien-Sán a gletcserei olvadoznak, és az olvadékvíz is táplálja ezt a hatalmas tavat. És például a partján van egy olyan nagyon érdekes régészeti helyszín, ahol ilyen 3, 4, 5 vagy akár 6 ezer éves petroglifákat, tehát ilyen kőrajzokat lehet találni, tehát különböző vulkanikus kőzetekre az előember, meg a különböző őskorból származó társadalmak tagjai állatokat, vadászjeleneteket, istenség szimbólumokat, napot, holdat, csillagokat karcoltak be ezekbe a kőzetekbe. Vagy itt is találhatók egyébként nagyon érdekes kanyonok, nagyon érdekes szurdokvölgyek, vízesések, folyóvölgyek, ahol lehet túrázni, ahol lehet lóhátolni, ugye Kirgizisztánban több ló van, mint ember, lehet lóhátolni is bejárni ezeket a területeket. Aztán pedig átrepülünk Üzbegisztánba, ahol a történelem. Tehát Üzbegisztánban a táj az kevésbé izgalmas, a természeti környezet kevésbé izgalmas, tehát főleg sivatagokkal lehet találkozni, félsivatagokkal, sztyepp területekkel. Itt találhatóak a Sejemútnak a nagyon fontos kereskedővárosa, amelyek kivétel nélkül világörökség részei, például a Szamárkán, Timurlennek a
a fővárosa volt a 15. században, 14-15-16. Században. A világ egyik legfontosabb városa volt Szamarkand 6-700 évvel ezelőtt, és nagyon szépen helyreállították a mecseteket, a medreszéket, tehát korán iskolákat, a karavánszerályokat, a nekropolis, tehát a temetőt. Akkor nem messze Szamarkandtól található Buhara városa, szintén világörökség, több mint 200 védett épület van a város központban, hasonló stílusban, mint Szamarkandban, tehát gyönyörű mozaikokkal, zománc mozaikokkal díszített épületek, türkiz kék színű kupolákkal fedett mecsetek, medreszék, és Üzbegisztánnak a nyugati részén pedig található Híva városa, ami azért különleges, mert Szamarkand meg Buhara is, tehát rengeteg műemléképület van, rengeteg több száz éves történelmi épület van, viszont nem egységes maga a város, hanem vannak szovjet épületek, meg vannak modernebb épületek is. Hívában viszont van egy hatalmas városfal, ezt Isánkálának nevezik, és a városfalon belül kivétel nélkül mindenütt csak történelmi épületek vannak, tehát az egész városközpont a világörökség listáján van. És Híváton nem messze található az Amudarja folyó, a Szirdarja, Amudarja, a két hatalmas folyója Közép-Ázsiának, amelyek egykor az Aral-tavat tápálta, de most felöntözték a vizét, most már nem tápálják ezt a tavat, ami nem is létezik, már szinte csak tudom, egy balatoni terület maradt meg belőle, és az Amudarja mentén is lehet nagyon izgalmas oázis településeket látni, lehet például gyapott olajban sült amudarjai pontyot fogyasztani, oázis gazdálkodást nézni, vagy pedig érdekes nekropoliszokat nézni, vagy pedig vályogerődöket nézni. Nagyon sok vályogerőd van a sivatagban, az Amudarja folyó környékén. Van ott kedvenc ételed? Fajta, ételfajta? Hú, hát kedvenc ételfajtám, ugye én nem eszem húst, emiatt a tradicionális ételeket nem eszem, de például a salátáik azok isteni, ezeknek az országnak, meg van egy plov nevű, vagy piláv nevezetű étel, ez rizsből készül, répából készül, van benne hagyma, van benne csicseriborsó, és néha még raknak bele mazsolát is, és egyébként ez tradicionálisan bárányhússal készít, anélkül is lehet enni, és én azt nagyon szeretem, anélkül. Amikor oda megyünk bárhová, akkor tudomásul vesszük, hogy vendégek vagyunk, és ezáltal tiszteljük a házigazdáknak az életterét, illetve a stílusát. Van-e valami olyan, ami nagy otrombaság, ha oda megyünk és elkövetünk, mert hogy úgy élünk, mintha itthon lennénk, tehát van-e olyan, amit nem szokás csinálni? Ugye tudjuk, hogy például Japánban illik meg hajolni a házigazda előtt, és talán névjegykártyát így kell átadni. Igen, van? Igen, két kézzel kell átadni, és meg kellett hajolni az emberek előtt. Üzbegisztán egy, ugye itt attól függ, hogy mennyire vallásosak az országok. Tehát például Üzbegisztán a legkevésbé vallásosabb ország, ott elég kevesen járnak a mecsetekbe, ugye főleg muszlim vallású az ország, valamint nem igazán öltözködnek vallásosan az emberek, mondjuk elmész Pakisztán vagy Afganisztán, akkor összes nő burkát hord, a férfiak is dervis kalapot viselnek, itt ezekkel kevésbé lehet találkozni. Ezek a fontos szabályok főként akkor érvényesülnek, amikor valakihez mész látogatóba egy családhoz. Tehát, hogy le kell venni a cipőt, vagy nem, ki kezd először enni, hogy kell megköszönni az ételt, hogy iszod a teát. Kézzel kötelező-e, vagy esetleg? Igen, vagy evőeszközzel. Például Üzbegisztánban ez már kevésbé érvényes, de ott nem bögréből iszák, de ez egy teázó kultúra, nem kávézó. Nem bögréből iszták a teát, hanem pialából, ami olyan, mint egy kupola lefelé folyt, amit mondjuk valamilyen teknősnek a tánca, egy nagyon szép kerámia edény, és ezt alulról kell megfogni, de nem mindegy, hogy a férfiak azok így fogják, mondjuk én fogom ezt a poharat, így fogják meg, a hölgyeknek pedig a három ujjukkal kell, most nem fogom így kipróbálni, a három ujjukkal kell a pohár alját fogni, és azzal meginni a teát. Igen, igen. Jó, csak így. Ugye más az alakja a pialának, nehogy erre is. Valahogy így. Igen, igen. Jó, nem szeretném és például udvariatlanság teret tölteni a pialát, mert akkor az, ha vendéglátó nekem teret tölti, az azt jelenti, hogy mi hamarabb meg akar tőlem szabadon, szörcsöljem fel a teát, aztán menjek onnan. Aha. Tehát minél kevesebbet töltenek a pialába, és minél többször töltenek, az azt jelenti, hogy egyfolytában a vendégre figyelnek, hogy mindig megfelelő hőmérsékletű teát és megfelelő ízesítésű teát igyanak, és maradjanak még, tehát marasztalni akarom. Ezek ilyen kis apróságok. Vagy
Ami szintén fontos, hogy nem csak itt Üzbegisztánban vagy Közép-Ázsiában, vagy rengeteg ilyen, hogy gyerekkel hogy bánok, meg lehet-e simogatni a gyerek fejét, ha mondjuk találkozom vele, vagy nem, a nőkkel hogy bánok, hogyan viselkedek egy vallási épületben. Itt mindig más szokások vannak, és én amikor viszek utasokat bárhova, ezeket mindig elmondom. Most például tervezek egy balkáni körutazást majd a nyárra, ott is már most megítem a hölgyetnek, hogy az ortodox templomokban, meg a muszlim mecsetekben kendővel el kell takarni a fejük, a bálunkat, illetve a férfiak, nők sem mehetnek tér fölötti sorba be ezekbe a vallási szentélyekbe. Igen, hát a tisztelet jele, az fontos. No, hát ez csupa érdekesség volt, és hogyha még valamire nem kérdeztem rá, de szívesen hozzátennéd, akkor ezt örömmel veszük, és utána pedig egy következő adás alkalmával azt szeretném neked javasolni, hogy térjünk haza Magyarországra, mert tudom, hogy te bejártad az egész zugát az országnak, és olyan területekre szeretnéd még majd ráirányítani a figyelmet egy következő alkalommal, ahol viszonylag kevesen járnak, és itthon van Magyarországon. Uh-huh. Lehetséges erről szó? Tehát van még valami az isztánokkal kapcsolatban? Rengeteg, tehát még így beszélhetnék órákig, de legyen ez elég. Egyébként vannak már, beszélgettünk rádióban is Üzbegisztánról, meg van több előadás is fent, úgyhogy ezeket meg lehet hallgatni. Igen, mert hogy egyébként a kedves tévénézőknek elmondjuk, hogy ezt a Rádió Szarvas és a Rádió Bécs hallgatói is szívesen hallgatják, tehát ezért mindenkit köszöntünk, és örülünk, hogy együtt tarthattunk, és hogy sikerült megnyerni dr. Halász Leventét, hogy miközben járja a világot. Ugye sokszor elmondtam már, hogy Mexikó, Japán, Izland, Dél-Amerika, Balkán, és sorolhatnám, ugye Észak-Amerika különböző helyei, ahol te tavaly is jártál, és az új utak, ahova most mész majd, és adott esetben például a balkáni útvonal, ez meg nagyon szimpatikus volt, azt egy előző adás alkalmával már elmondtuk a kedves nézőknek, úgyhogy tartsanak velünk máskor is, mert dr. Halász Levente most, hogy itt van Szarvason, kihasználjuk a lehetőséget, és addig el se engedjük, amíg a hazai érdekes tájakra rá nem kérdezünk. Köszönöm szépen, Levente, a mostani beszélgetést is, a kedves nézőknek, illetve a rádióhallgatóknak pedig a mai figyelmet is. Viszontlátásra, köszönöm. Én is köszönöm, viszontlátásra.